Csodás táj, jó hangulat, tele vannak a videó megosztók tiszatúrák amatőr felvételeivel. Sokszor csak nomád feltételek mellett tudnak vizitúrázni a résztvevők. Ezen változtatna a Magyar Kajakkenű Szövetség. A szervezet elnöke, barát Etele, mai nyíregyházi tájékoztatóján azt mondta, uniós forrásból 15 megállóhelyet alakítanak ki a felső tiszán. 300 millió forint mindenképpen rendelkezéssel arra, hogy a már megkezdett fejlesztések folytatódjanak, illetve, hogy olyan helyeken is a Tisza mentén, ahol nincsen klubunkkal, nem voltunk jelen, ott is lehessen építeni, ott is lehessen befogadó helyeket létesíteni. Nagyon-nagyon komoly feladata ez az, hogy olyan helyeken kerül létrejön, ahol az iskolákkal, a különböző másfajta kulturális intézményekkel is kapcsolatokat tudunk kiépíteni. A 15 új megállóhelyből 11 szabolcs már bereg lesz. A térképen látszik, hogy Tiszabecstől Tiszadadáig szinte a teljes folyószakaszon kiépítik az úgynevezett kajakkenu pontokat. A megyei közgyűlés alelnöke, Baracsi Endre azt mondta, a fejlesztésnek nem csak szabadidős, hanem gazdasági, turisztikai céljai is vannak ha már egy fejlesztés megvalósul egy vizes megállóhelyen, vagy vízni megállóhelyen, akkor ott valóban olyan feltételeket szeretném biztosítani, hogy egyrészt szolgáltatás szempontból, másrészt egy vállalkozói szempontból is lehessen kapcsolódni ezeknek a, ezekhez a fejlesztésekhez is, és ez a helyi érdekeket azt hiszem, hogy nagyban erősíti. A megyei önkormányzat saját 5 milliárd forintos turisztikai keretéből is segíti a fejlesztést. A munka ősszel indulhat.